Jász-Nagykun Szolnok megye és Szolnok városa idén is nagy sikerrel mutatkozott be az Utazás 2004 kiállításon. Most először az Alföld tájegységei közös standon kaptak helyet, így jól elfértek egymás mellett a Tiszató, a Hortobágy, a Kunság és persze Szolnok kiállítói. Legnagyobb érdeklődés a gyógyturizmus iránt mutatkozott, ez pedig azért is jó hír, mert megyénk és a régió híres gyógyvizéről, így a pihenni vágyók megtalálhatják a nekik tetsző szállást és programokat. Ez pedig sok embernek munkát ad, illetve bevételt jelent a vállalkozóknak és a térségnek. Az idei utazás kiállításon 4 kontinens 35 országa mellett hazánk tájegységei is bemutatkoztak. Az Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun Szolnok megye és Szolnok városa is megmutatta magát, és így együtt látva otthonunk értékeit joggal lehet büszke rá, aki itt él. Hogy senki sem menjen el úgy a standok mellett, hogy ne álljon meg és nézzen szét, arról kellően gondoskodtak a házigazdák. Fogyott a házi kenyér, a szalonna, a kolbász és a hagyma, amire jól csúszott a pálinka és a bor. Az üvegfestő csodálatos művei és a korongozó fazekas is vonzotta a bámészkodókat. Itt, ahogy itt mögöttünk is lehet látni, egy 535 négyzetméteren a három régió, tehát Észak-Alföld, Dél-Alföld és Tiszató közösen jelenik meg. Természetesen azért az Észak-Alföldi régiónak a sajátossága külön ki van emelve itt ezen a kiállításon és ezen az 500, több mint 500 négyzetméteres területen, és a mitás kiállítóink száma meghaladja a 20-at. Konkrétan 35 információs pultnál vannak kollégák, akik azon dolgoznak, hogy az utazó közönséget megnyerjék, és hozzánk a régióba hívják, várják az idei szezonra. Idén az eddigiektől eltérően osztották fel a csarnokot a kiállítók között, hiszen most először az Alföld látnivalóit egy helyen nézhették meg a látogatók. Felsorolni is lehetetlen, hogy mennyi hotel, gyógyfürdő, sportolási lehetőség és kulturális program várja idén a kikapcsolódni vágyókat, a Dunától Nyíregyházáig, Szegedtől a Mátra lábáig. Nem csoda, ha rengeteg kíváncsiskodót vagy éppen visszatérő vendéget csábítottak a standok. És hogy mivel csalogathatja a megye a külföldi vagy magyar turistákat? Turisztikai szempontból szerintem elhelyezkedésével és a Tisza völgyével számomra. Azon túl meg, hogy hagyományos értékei vannak, hiszen van egy fürdőturizmus, ez egy fejlődő fürdőturizmus a városnak és a megyének, de ezek mellett a kultúrájával, a hagyományaival, az Alföldnek a jellegével és a vizeivel mindenképpen, a természetes vizeivel vonzóerőt gyakorolhat mindenképpen a belföldi turizmus számára. Ez a turisztikai kiállítás, ahol most vagyunk, szerintem legfontosabb, azért fontos, hogy egy megyeszéke itt legyen, hiszen a belföldi turizmus megélénkül. Szolnok városi iránt is szerintem sokkal nagyobb az igény, hogy megmutatkozzon, ezért kiadványokat is készítettünk kimondottan a turisztikai kiállításra, amely az egész évben elkísér minket. A szolnokiek is fognak ezekkel a kiadványokkal találkozni a májusi expón. Minden szolnoki kézbe kaphatja majd ezeket a kiadványokat, most forró újjak, tehát azért készültek, hogy szép számmal vigyék az ország különböző pontjain élők, hogy ismerjék meg Szolnokot. Szolnok ma még nem célállomása a turistáknak, ám ez változni fog, vallja az alpolgármester. Hogy minél többen megismerjék, megszeressék a várost és a régiót, a szolnoki önkormányzat új programfüzeteit mindenhová eljuttatja, ahol turisták fordulhatnak meg. Idén egyik régi adósságát pótolja a város önmaga felé. Az itt élők is joggal panaszolják, hogy itt, a vizek városában nincs hajózás. A vízi áruszállítás szinte nem is létezik, sétahajózás nincs, komp sem üzemel. Ám ez mostantól megváltozik, a Tiszára visszatérnek a hajók. Idén például már sétahajózás is megjelenik a Tiszán, egy komppal, meg fog jelenni, egy ponton lesz kialakítva. Szeretnénk, ha étteremhajó is esetleg megjelenne a Tisza partján. Tehát ezek azok a dolgok, hogy a Tisza part és a szolnoki Tisza vonzását egy kicsit kialakítani. Talán még egy fontos dolog lehet, hogy a környező települések önkormányzatai közösen szeretnék, hogyha kialakulna, hogy egy tiszai hajózási rendszer alakulna ki. Legjobb tudomásom szerint ma már a Mahart is érdeklődik újra ez iránt. Újra fel szeretné érészteni egy Szolnok központú, közép-tiszai vidéki sétahajózásnak a kialakítását. Programok garmadája várja az ideérkezőket, legyenek magyarok vagy külföldiek. Csak tavasszal autó és versenyautó kiállítás, és a 12. Szolnok Expo csalogat majd vendégeket. A Sumo Európa bajnokság pedig százszámra vonzza majd a sporták kedvelőit a megyeszékhelyre. A külföldieket már csak azért is nehéz a térségbe csalogatni, mert igényeik nagyon eltérőek.
változó. Ez korcsoportonként és célcsoportonként változó. Nyilván a fiatalok az aktív turizmust és az ökoturizmust részesítik előnybe. Így nagy sikere van a Tiszatónak, illetve a bátszalóknak, Tiszafürednek. Nagyon népszerű kezd lenni most már az ökoturizmus, egyre jobban elterjedt. Éppen ezért a madárrezervátum nagyon keresett, illetve a csónaktúrák, a kerékpártúrázási, gyalogtúrázási lehetőségek iránt érdeklődnek leginkább. A régió fejlődik, és ezt a turisták is látják, érzik. A szervezők és kiállítók eljuttatják a prospektusokat külföldre is, hiszen uniós csatlakozásunk után biztosan megnő az érdeklődés az új tagok iránt. Az utazás 2004 kiállítás ma zárta kapuit. Aki nem volt ott és nem látta a Tiszató, a Hortobágy, vagy éppen a Dél-Alföld kínálatát, az se búsuljon, hiszen a reklámozott természeti értékek és látnivalók ezután is ott lesznek és várják a látogatókat. ...1918 tavaszán hajtotta végre az első magyar ejtőernyős ugrást egy fiatal hadnagy. A történelmi tetre emlékezve a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége az ejtőernyősök napjának nyilvánította március 23-át. A magyar katonai repülés megszületése utáni pillanatokban már az ejtőernyősök is helyet követeltek maguknak a hadtörténelem lapjain. Boksai Antal repülőhadnagy volt az úttörő, aki 1918 tavaszán a Heinekkel gyár ejtőernyőjét tesztelve ugrott elsőként. A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége az ugrás napját, március 23-át az ejtőernyőzés napjának nyilvánította. A hazai repülés és ejtőernyőzés fővárosában, Szolnokon találkoztak a levegő egykori urai. Az ünnepség a hősi halált halt ejtőernyősök emlékhelyének koszorúzásával kezdődött. A márványtáblán az első dátum 1940-ből származik, a legfrissebb, alig 6 esztendős tragédiát jelez. A koszorúzást követően a kifutópályáról nézték utódai teljesítményét az egykori ejtőernyősök. 30 év ejtőernyős múlt van mögöttem, amelyikben volt jó, volt rossz, és ilyenkor az ember vére felpesdül, mikor látja azokat az ejtőernyősöket, akik teljesen más technikával és nagyon modern dolgokkal dolgoznak. A mi időnkben nem voltak ilyen modernek, de mi is megcsináltuk azt, ami akkor ránk volt terhelve. A 21. század ultramodern felszereléseit látva elképzelni sem lehet, hogy az ejtőernyőzés hajnalán milyen eszközök álltak a katonák rendelkezésére. Az alapfeladat azonban az elmúlt emberöltő alatt sem változott. Sok száz, néha több ezer méteres magasságból épségben leérni a célterületre. Öröm, hogy ekkora fejlődés volt az ejtőernyőzésben, mert amikor mi kezdtük 1951, március 24-én ugrottam az első ugrásomat, PD-6-ossal, hát az igazi ejtőernyő volt, katonai, kemény gyerekeknek kellett, átvészeltük, csináltuk, de nagy tiszteletet irántuk érzünk, hogy ennyire szeretik az ejtőernyőzést. A fontos ugrások emlékét ma már megsárgult fényképek őrzik. A szélzsák vízszintesen állt a rúdon, a gyakran viharos erejű széllökések ellenére is felszállt a helikopter, hogy a kellő magasságot elérve kiugorjanak a katonák. A most valóban hozzáértő közönség tapsal hálálta meg a sikeres ugrásokat. Elég összetett volt már, nagy volt a szél, és ami még érdekessége volt a dolognak, hogy a talajszél és a magassági szél két majdhogy nem ellenkező irányból fújt, vagy legalábbis nagy eltéréssel. Ezt ugye nem tudtuk felmérni a célszalagnak a kidobása után, mert magasabbul ugrottunk, mint onnan a célszalagot dobtuk, és ezért egy kicsit elsodródtunk oldalirányba, és nehezebben tudtunk beérni a célterületre. Az ejtőernyőzés napja szolnoki rendezvénysorozata az egykori bajtársak és a jelenkor ejtőernyőseinek találkozójával ért véget. Április 16 és 18 között 14. alkalommal rendezi meg a szolnoki autó, motor és versenyautó kiállítást a Városi Sportcentrum. A háromnapos rendezvényre 40 kiállító 200 gépjárművel jelezte részvételét. A hagyományoktól eltérően április közepén a tradícióknak megfelelően a körcsarnokban, az olajcsarnokban és környékén várja látogatóit a 14. szolnoki autó, motor és versenyautó kiállítás. A szervezők az eddigi gyakorlatot követve igazi unikummal is készülnek, az úgynevezett prémium autók kategóriájában Porsche-t, Lotus-t és Jaguart is felvonultatnak. A csúcs kategória negyedik képviselője egyelőre még titok. Az elmúlt majd másfél évtized alatt az ország második legnagyobb ilyen jellegű szakmai expója lett a szolnoki kiállítás. 3 héttel a hivatalos megnyitó előtt már minden stand elkelt. Olyan megjelenési
létszámra, illetve olyan megjelenési formára számítunk, amire az elmúlt években nem volt példa. Nagyon jó hír ez, mert ez azt jelenti, hogy minősítik a kiállítást, érdemesnek, érdemlegesnek tartják a megjelenést, és hát ez úgy gondolom, hogy egyféle fajta rangot és egyféle fajta elismerést is jelent ennek a kiállításnak. A szervezők nem titkolt célja, hogy ne csak a férfiak, hanem a családok is jól érezzék magukat a fesztivál elemekkel körített kiállításon. A gyerekeket Ferrari kisautó bemutató, valamint az április 13-án díjtalanul használható legnagyobb magyarországi légvár várja. A hölgyek számára pedig kismotor tesztvezetési lehetőséget biztosítanak a kiállítók. Mindhárom napon lesz motoros kaszkadőr bemutató is. A robogók elterjedése okán az előző évekhez képest jelentősen megnő a motorok száma. A lóerők szerelmesei tartalmasan tölthetik a három napot, látnivalóban ugyanis nem lesz hiány. Ami nagyon érdekes, és talán a nagy nézettségre tart majd számot, az a Suzuki-nak, a Suzuki Ignis Super 1600-as jelű versenyautója lesz, amelyből kettő van jelen pillanatban az országban, értéke durván egy olyan 50 millió forint, és hát azt hiszem, hogy ez a 230 lóerő, amit ez az autó tud, az mindenféleképpen nagy várakozásra tart majd igényt. A közelmúlt egyik nagy vihart kavaró döntése volt a regisztrációs adó bevezetése. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke a szolnoki okmányiroda képviselőivel közösen fórumot tart a lehetőségekről, valamint a csatlakozás után várható egyéb változásokról. A 21 éve fennálló kulturális kapcsolatok csúcspontjaként délelőtt testvérvárosi szerződést írt alá Szolnok és a japán Juza polgármestere. A távol-keleti kisváros a magyar mezőgazdaság iránt érdeklődik, a megyeszékhely pedig a csúcstechnológiát jelentő műszeripart látná szívesen. 1983-ban a szolnoki Tisza tánc együttes látogatott a felkelő nap országába. Ezzel vette kezdetét a Honsu-sziget északnyugati részén fekvő 25 ezres város és a megyeszékhely kapcsolata. Az 1990-ben alakult japán-magyar baráti társaság közreműködésével a diák kapcsolatok egyre intenzívebbé váltak, szolnoki énekkarok léptek fel Juzában, a látogatásokat rendre viszonozták a távol-keleti vendégek. Az együttműködések fontos dátuma 2000. április 25-e, ekkor írta alá a két polgármester a Juza és Szolnok közti barátsági szerződést. A kulturális kapcsolatok motorja továbbra is a Tisza tánc együttes maradt. A Varga Katalin gimnázium, a Tisza parti gimnázium és humánszak középiskola, valamint a Mátyás Király úti általános iskola diákjai szívesen fogadták a 11.000 kilométerről érkező vendégeket. A két város fiataljai közti intenzív kapcsolatot ma már két vegyes házasság is bizonyítja. 2004. január 29-én Szolnok megyei jogú város közgyűlése felhatalmazta Botka Lajosnét, hogy a virágzó kapcsolatok betetőzéseként aláírja japán kollégájával a két város testvérvárosi szerződését. Az ünnepélyes aktusra Szolnokra érkező 22 fős japán delegáció és a közgyűlés tagjai előtt délelőtt köttetett meg a megállapodás. Ez egy nagyon érdekes tanulság számomra, hiszen egy olyan testvérvárosi szerződést írtunk most alá, amit nem az aktuális városvezetők, vagy nem a közgyűlés tagjai döntöttek el, hanem Szolnokváros lakói. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb érték és legnagyobb biztosíték annak, hogy jó döntést hozott a közgyűlés, amikor felhatalmazott engem arra, hogy ezt a szerződést ma aláírjam, és biztos vagyok benne, hogy ennek a kapcsolatnak a jövője azért biztató, és egyre több tartalommal megtöltött, mert az emberek akarják. A 130 milliós japán és a 10 milliós magyar nép között eddig 13 testvérvárosi szerződés létezett. Ez március 26-án újabb megállapodással bővült. Szolnoknak ez a 8. ilyen jellegű kapcsolata. Ünnepi beszédében Onodera Kichiro a japán számmisztika rejtelmeibe avatta be a magyar vendégeket. A tradicionális japán számjegy két lefelé táguló jellel írja le a 8-ast. Ez a távol-keleten soha véget nem érő szerencsés folyamat kezdetét jelenti. A kulturális kapcsolatokon felül konkrét gazdasági, elsősorban mezőgazdasági együttműködéseink lehetnek. Ennek egyik példája, hogy Juzában évek óta termesztik a magyar paprikát, és ennek további felfutása várható. Emellett városunkban több csúcstechnológiát képviselő gyáregység üzemel. Bízunk benne, hogy a jövőben meg tudjuk találni annak a módját, hogy ebben is együtt tudjunk működni Szolnokkal.
Az ünnepélyes aláírást követően Onodera Kicsiró Juzaváros zászlajával ajándékozta meg Botka Lajosnét, aki ezt Szolnok szalmából készített címerével viszonozta. A gazdasági együttműködésre mindkét félben megvan a szándék, ezt a japán nagykövet is megerősítette. Nagyon fontos lépés lesz, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz. Ez ugyanis megkönnyíti a beruházásokat. Japán beruházások eddig is nagyon nagy számban történtek Magyarországon. Az összberuházás értéke meghaladja a 13 milliárd dollár. A japán beruházásokra jellemző, hogy az ország keleti részébe terjeszkednek. A megyében ezt a Clarion jársági megjelenése bizonyítja. Ezen folyamatok eredményeképpen hamarosan Szolnokon is megjelenhet a japán tőke. Szolnok város küldöttsége augusztus 1-én viszonozza a juzaiak látogatását. A két polgármester a japán városban is aláírásával erősíti meg a testvérvárosi kapcsolatot. Jó bornak nem kell cégért, tartja a mondás, ám ezzel legalább 60 gazda nem ért egyet. Ők azok, akik beneveztek a Berecki Máté gazdakör nemzetközi borversenyére, melyet szombaton tartottak a Szandaszőlősi Művelődési Házban. Nemzetközivé bővült a Berecki Máté gazdakör borversenye, hiszen határon túli gazdák is neveztek. A legjobb borok díját Ó és Újfehér, valamint Ó és Újvörös kategóriában osztották ki, de elismerést kapott a legfinomabb rozé is. A megmérettetést 12. alkalommal szervezték meg. Körülbelül 60 bormintát vizsgált a zsűri, volt, aki egy borral nevezett, volt, aki kettő borral nevezett. Milyen kategóriában lehetett nevezni? Újfehérbor, ófehérbor, újvörösbor és óvörösbor kategóriákba, és meg lesz nevezve, vagy díjat kap az évnek a legjobb bora is. Azt mondta, hogy nemzetközi. Igen. Vajdasági vendégeink vannak, erdélyi vendégeink vannak, és hát a környék gazdái, Szolnok gazdái, Szandaszőlős gazdái, tehát a térségből. Míg a nagyteremben a végeredményre vártak a versenyző gazdák, addig a művelődési ház másik szegletében lázas munka folyt. A zsűri elnöke szerint a bíráknak testileg, lelkileg fel kell készülniük a munkára. Nem szabad a verseny napján zsíros, fűszeres ételeket enniük, mert az megzavarja az ízlelést. Először a bor színét, fényét nézik meg. Utána következik, hogy a nagyobb vörösboros kehelyben átforgatják a nedűt, és megnézik, hogyan mozog. Vannak lusta, és vannak vidáman szaladó borok is. És az illat. A fehér boroknál van nagyobb jelentősége. Egy friss, gyümölcsös aroma mindent elmesél az italról. Ezek után jöhetnek a borok, illetve a borok között levő semlegesítő eszközök. Ezek lehetnek az alma, sajt, kifli. Bizonyos nagyobb testű boroknál, mint a tokai boroknál, közben jöhet esetleg egy-egy kávészem elropogtatása, és hasonló dolgok, ami két bor között teljesen semlegessé tudják tenni az ember száj íz érzetét. Ha a kóstoló minőségi munkát akar végezni, akkor nem autóval érkezik. A vizsgált bort ugyan ki lehet köpni, ám az ital ereje nyelés közben mutatkozik meg, ott derül ki, mennyire testes a nedű. A versenyzők általában maguknak termelnek. Madarász Gyula szerint a szőlő szereti a pipafüstöt, tehát sokat kell vele lenni, a tőkékkel törődni kell. A gazda a bort leginkább a hímes tojáshoz és a kényes menyecskéhez hasonlította. Ő csak magának termel, nem sok bora van a pincében. Most ezt titok legyen, nem sokat, teljesen hobbi szinten űzöm ezt a dolgot. Hát egy családi berken, ami belőle elfogy, azon 3-4 hektóbor. De ez is el is szokott fogni. Jó barátok jönnek, megisztjuk, szomszédok át jönnek, kóstoljuk, és az nagyon jobban fogy, mint a víz. A versenyt két testvérpár nyerte. Úgy tűnik, a született adottság talán még a tudásnál is fontosabb. Az új fehérbor kategóriában Marinka László, az új vörösben Marinka Antal lett a győztes. Az ófehérborok között Ősz Szabó Imre, míg az idei veresborok közül Ősz Szabó Ferenc készítette a legjobbat. Az év borát Hajdú Ádám gazdaköri tag tette a zsűri asztalára. A Kunszentmártoni építésügyi hatóság 2005. december 31-én jogerőre emelkedett határozatával felfüggesztette a kétpolyi hulladék lerakó használatba vételi eljárását. A Jászlóskun-Szolnok megyei főügyészség, mint a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
óvást jelentett be a döntés ellen. Törvénytelennek minősítette a megyei főügyészség a Kunszentmártoni építésügyi hatóság határozatát. Az óvást az ellen jelentette be a hivatal, mely szerint a depónia nem megfelelő kialakítása miatt fel kellett függeszteni a hulladéklerakó használatba vételi eljárását. A törvényességi felügyeletet gyakorló megyei főügyészség az eljárás során megállapította, hogy a Kunszentmártoni jegyző 2005. december 31-én jogerőre emelkedett döntése nem felel meg a hatályos törvényeknek. Ugyanis határozatát arra alapította, hogy a depónia tér nem megfelelően lett kialakítva, illetőleg ezzel kapcsolatban más hatósági eljárás lefolytatása szükséges. Ez nem olyan ok, amely miatt az eljárást föl lehetett volna függeszteni, ezért a főügyészség óvást jelentett be a határozat ellen. A főügyészség álláspontja szerint törvénytelen volt további hatósági eljárás kezdeményezése, mivel éppen a Kunszentmártoni építésügyi hatóság feladata lett volna megállapítani, hogy a tervektől eltérő módon valósult meg a depónia szigetelése. A döntésről az érintett feleket értesítette a főügyészség. A hulladéklerakó használatba vételét akadályozó ügynek azonban még nincs vége. Az óvást az érintett szervnek 8 napon belül el kell bírálnia, amennyiben egyetért a határozatát föl kell, hatályon kívül kell helyeznie, és az eljárását folytatnia kell. A főügyész helyettes azt is megerősítette, hogy a törvényességi eljárás során semmilyen személyes felelősség kiderítése nem volt feladatuk. Mivel az önkormányzatok, a kivitelező és egyéb az eljárásban résztvevő személyek szerződéses kapcsolatban állnak, így az esetleges felelősséget belső vizsgálattal kell kideríteni. Nem érkezett meg a hétfői postával az a válaszlevél, melyet a Gesztőr önkormányzat várta a kétpói hulladék lerakó kivitelezőjétől. Amint ez a városházi sajtótájékoztatón elhangzott, a konzorcium újabb tárgyalási időpontot jelöl meg a Mota NG számára. Egyelőre csak találgatni lehet a kétpói lerakó kivitelezőjének szándékát, tekintve, hogy az a konzorcium egyeztetésre invitáló levelére mindeddig nem reagált. A portugál cégtől legkésőbb március 20-áig kértek választ, ám az a hétfői postával sem érkezett meg, tájékoztatta a sajtóképviselőit Botka Lajosné polgármester. A Gesztor önkormányzat első embere ezért újabb időpontot jelölt meg március 30-ában. Itt most már ne a postára várjunk, hanem egy személyes találkozás alkalmával próbáljuk fölgyorsítani azt a folyamatot, amely mindannyiunk számára lényeges és nagyon fontos. A sajtótájékoztatón szóba került a főügyészség levele is, mely a város polgármesterének értelmezésében semmissé teszi a személye ellen felhozott vádakat. Botka Lajosné szerint fikcióknak, vélekedéseknek, a kétpóihoz hasonló szakmai kérdésekben nincs helyük. Minden olyan törekvés, amely feljelentgetésekkel, törvénytelenségek lebegtetésével frusztrálta a közvéleményt, akadályozza ennek a jelentős beruházásnak a megvalósítását. Az egyoldalas ügyészségi határozat a polgármester reményei szerint elejét veszi a város presztízsét is kikezdő további vádaskodásoknak. A sajtótájékoztató második felében a megyeszékhely kulturális életét felpesdítő tavaszi zenei fesztivál részleteiről esett szó. A nagyszabású rendezvénysorozatot idén is az Arsincom Kft. Szervezi, ám az önkormányzat is támogatja. A szórólapokon és plakátokon hirdetett programok 4 helyszínen várják majd az érdeklődőket, akik a Liszt Ferenc Kamarazenekar pénteki koncertje révén hangolódhatnak rá a zenei kavalkádra. Három napig a ruhaipari szakközép és szakiskolában versenyeznek az ország legjobb női ruha készítői és bőrdíszműves tanulói. A szakma kiváló tanulója versenyének elődöntőjére 50 iskola 107 diákja jutott el, közülük is a legjobbak kerültek a szolnoki döntőbe. 5 óra alatt kell szinte a semmiből szoknyát készítenie a döntőbe jutott 24 diáknak. Az idei verseny hagyományos abban a tekintetben, hogy szóbeli és gyakorlati feladatok is vannak, de a versenybíróság újított, sokak szerint nehezített a tavalyi kiíráshoz képest. Eddig ők szabott alkatrészeket kaptak, és csak össze kellett állítaniuk. Most viszont bővítettük annyival, hogy szabásmintát is kellett készíteniük, saját maguknak kellett kiszabniuk, és most azt, amit tegnap kiszabtak, azt fogják a mai napon megvarni. Összeszűkült szájjal összpontosítanak a versenyzők, hiszen az esetleges hibák többsége később már nem javítható ki. Elég néhány figyelmetlen pillanat, és oda a félkész szoknya. Van rá szélességekre figyelni kell, meg hogy a
két anyag egyformán legyen befogva. A varrógépek mellett egész és félbevágott szappanok sorakoznak, nem elsősorban azért, mert minden munkafázis után kezet kell mosni. Persze a higiénia nem árt. Van szabókréta, de ezek átütnek a filztól. Szappan meg kijön gőzülésre, kosolásra. A hagyományos, esetenként 1000-nél több embert foglalkoztató ruhagyárak többsége tönkrement, néhányban a magánosítás után ugyan még készülnek ruhák, ám jóval kisebb létszám mellett. Az új vállalkozásként megjelenő kis és közepes varrodák szerencsére szívesen alkalmaznak fiatal szakembereket. Aki a szakma kiváló tanulója versenyen jó helyezést ér el, bizton számíthat munkahelyre. Természetesen megállnák a helyüket, és hát arra is van persze lehetőség, hogy tovább tanuljanak, és esetleg ruhaipari technikussá váljanak. A női ruhakészítők között a férfi ritka, mint a fehér holló. Deák Jánost az a tudat is vigasztalhatja, hogy ő a legjobb férfi a mezőnyben. Milyen a lányokkal versenyezni? Jobbak, mint te? Hát ez majd a végén kiderül. Egészen pontosan a holnap délelőtti záró ünnepségen. A település névadójára emlékeztek szombaton Rákóczi falván, a fejedelem 330 évvel ezelőtti születésnapja alkalmából. Második Rákóczi Ferenc egykori birtokán tudományos megemlékezéseket tartottak, a napot pedig a hagyományos kurucbál zárta. A Rákóczi kultuszt jelzi az a tucatnál több település, melynek nevében benne foglaltatik a fejedelem. A legélénkebben talán Rákóczi falván él a hagyomány, hiszen a fejedelem egykori birtokának legjelentősebb civil szervezete a Kuruc Hagyományőrző Egyesület. A szombati ünnepélyes megnyitón is a kisbíró köszöntötte először a vendégeket. Háromszoros mi váltott a dicsőséges, nagyságos, méltóságos második Rákóczi Ferenc emlékére! A 330 éves évfordulóra a Rákóczi falváról elszármazottak többsége is eljött, így a világszerte méltán híres Szamos Marcipán első ember is, aki, mint mondja, visszatért gyökereihez. Az én őseim már 1870-es évek végén itt éltek Rákócziba, és a mai napig is élnek itt rokonok. Én ugye a gyerekkoromat, a nyarakat majdnem mindig itt töltöttem, sőt, a 62-es, 63-as tanév meg itt jártam iskolába. Tehát egy olyan emlékeket, élményt kaptam gyerekfejjel, amit felnőtt fejjel végigkíséri az életemet, amit soha nem tudok elfelejteni. A képviselőtestület márciusi döntése értelmében a szombati ünnepségen adták át a díszpolgári címet igazoló emléklapot is. Páldi Ernő évtizedeken át aktív részese volt a helyi közéletnek, még szokatlan neki a friss díszpolgári cím. Kicsit olyan furcsa. Különösen, hogy ennyi év után kiesik az ember a közéletből, mert hát ugye már most egy jó pár éve nyugdíjasak is vagyunk minden, sőt, beteg vagyok. A Rákóczi Szabadságharc kiemelkedő kutatója is előadást tartott a fejedelem magyar és európai történelemben betöltött szerepéről. Második Rákóczi Ferenc több évtizeddel megelőzte korát. Olyan elképzelései voltak, amelyek a törökök kiűzése utáni években elképedést és értetlenséget váltottak ki. Nagyon sok reformgondolata volt, nagyon sok reformtörekvése volt, és ami még nagyon jelentős Rákóczi utóéletében, amit gyakorlatilag a történettudomány is nagyon sokáig nem ismert fel, és pedig az, hogy ő Európában gondolkozott. És nagyon sok olyan gondolata van, amelyik ma is teljes mértékben időszerű. A franciaországi Jer település előjárói is eljöttek az ünnepi hétvégére, hiszen az ottani karmelita kolostorban vetette papírra emlékiratait a bujdosó fejedelem. Végrendeletének megfelelően, bár a törökországi Rodostóban hunyt el, szívét mai napig is abban a templomban őrzik. Tizenkilenc csapat mérte össze a kolbász készítésben és töltésben való jártasságát szombaton Martfűn. A verseny 2010-ben rendezték meg első ízben, ám a sikere nyomán a szervezők úgy döntöttek, ezentúl évente meghívják egy jó hangulatú viadalra a környékbelieket. Szorgoskodó kolbásztöltők lepték el szombaton a Martfűi sportcsarnokot, a kiírás szerint minden csapat 5 kiló húst kapott, ebből kellett incsiklandó kolbászt készíteniük és saját kezűleg be is tölteniük. Minden csapat más praktikával indult az első helyért. Az ízesítést jó kell eltalálni, megvan a különböző tájaknak különböző ízei,
Hát ilyen alföldi ízt adunk neki, és ez a titka, hogy jó arányokat jó kell belerakni. A rákóczi falvaiak természetesen úgy készítették a kolbászt, ahogy Rákóczi szerette. Hát úgy szerette, hogy lóval van ízesítve, és mi titokba tettünk bele lókolbászt, nagy lóhúst is. A kolbásztöltésbe még a helyi kézilabda csapat ifjú hölgyei is beszálltak. Fantasztikusak vagyunk, nem semmi sebesség, nem semmi technika, ugye különböző alapanyagok, és van egy külön adalékanyag, amit hozzáadunk, de az titok. Az első versenyt 2010-ben rendezte a helyi Városszépítő Egyesület az önkormányzat támogatásával. Akkor 14 csapat volt, egy kisebb területen voltunk a művelődési központban, és nagy sikere volt akkor neki. Igényelik az emberek azt, hogy együtt lehessenek, kikapcsolódhassanak, megismerjék egymást, közösségeket alkossanak. A versenyre idén 19 csapat nevezett. Mivel a megmérettetés egyre népszerűbb, a tervek szerint nem kell 2 évet várni a következőre, ezentúl évente megrendezik. Egy 100 évvel ezelőtt itt repült gép Hű Mása érkezett ma Szolnokra. A magyar repülés hőskorának népszerű pilótája és tervezője Kvasz András 1910-ben alkotta meg első gépét. Ennek replikáját építette meg 100 évvel később Révi László repülőoktató. A gép a Honvédelmi Minisztérium hozzájárulásával a Szolnoki Repülőmúzeumban kap majd helyet. A kipufogó szelep van csak vezérelve, a szívó szelep az itt benne egy ilyen rugó van, ez a előgyújtás szabályzó. Az oldtimer gépek mestere 2006-ban kezdte életre kelteni Kvasz András aviatikus első repülőjét. Hát maga ez a Kvasz Bandi, hát ez ahogy az ember őt látja a fényképeken, hát ez egy szenzációs pofa lehetett. A munkát a Kvasz 1-es 2010-es megépítésének 100 éves évfordulóján 2010-ben fejezte be. A gépet korabeli dokumentumok, régi fényképek alapján tervezte meg, az alkatrészek azonban már a mai kor előírásainak kellett megfeleljenek, így a gép nehezebb lett, mint eredetie. Bár a motor működött, nem volt képes a súlytöblet miatt a levegőbe emelkedni. A tervező ezért úgy döntött, elkezdi megépíteni a Kvasz 2-est, immár könnyebb anyagokból, az első modellt pedig a Magyar Honvédségnek ajánlotta fel. A szolnoki légibázisunk parancsnokának, Lamos Imre tábornok úrnak a javaslatára némi pénzmaggal hozzájárultunk a munkálatok sikerre viteléhez, már csak azért is, mert az így elkészült gép, ami mögöttem látható, a Szolnoki Repülőmúzeum egy becses darabja lesz a jövőben. Azért fontos ez a repülőgép számunkra, mert Kvasz András volt az első aviatikus, aki repülőbemutatót tartott Szolnokon. Ezután ő katonai pilóta lett és harcolt az első világháborúban is, ezért ez a repülőgép nem csak katonai szempontból, hanem polgári repülés szempontjából is fontos tárgyi emlék. A replika megtekintése közben érkezett meg berepüléséről az egyik Mi-8-as helikopter, mely társával 2011. szeptember 17-én érkezett Finnországból Szolnokra. A gépek a felkészítési időszak után mától kezdhetik meg munkájukat a bázison. Miniszter úr, engedd meg, hogy átadjam ezt a gépet a Magyar Honvédség használatába. Hazánkat szolgáljuk, köszönöm. Hamarosan befejeződhet a szandaszőlősi művelődési ház felújítása. A csaknem 100 millió forintos beruházás részeként megújul a tető, a fűtési rendszer, korszerűsítik a színpadtechnikát és egy külső közösségi teret is kialakítanak. Szigetelik a falakat, cserélik a nyílászárókat, felújítják a tetőt. A szandaszőlősi művelődési ház kívül és belül is megújul. Korszerűsítik a fűtés és a szellőzőrendszert, cserélik a burkolatot, valamint korszerűsítik a színpadtechnikát. Mindezt úgy, hogy a majdani épület energetikai és egyéb szempontból is megfeleljen a mai kor követelményeinek. Minden pályázatnál feltétel az energetikai korszerűsítés, illetve az akadálymentesítés, tehát ebből a szempontból ez az épület is meg fog felelni a hatás előírásoknak. Az épület alapjaiban nem változik, már egy külső közösségi térrel még bővül. A korszerűsítéssel, a jobb helykihasználással, a költségkímélőbb üzemeltetéssel és a párhuzamosan zajló iskola felújítással együtt újabb lehetőségek nyílnak meg a szandaszőlősiek előtt. A művelődési házban több szabad terület lesz közösségek számára, hiszen a néptánc oktatás egy része át tud kerülni az iskolába egyrészt, másrészt pedig azzal, hogy külső tér növekszik, a belső nem fog nőni, de egy okos helykihasználással én
aztban bízom, és ez így is volt eddig, hogy bármilyen formálódó közösség számára otthont adott ez a ház. A művelődési ház felújítása illeszkedik a Szandaszépül programba. A festő utcák, a terek és épületek rendbetételével élhetőbb városrész fogadja majd a szolnokiakat. A tervek szerint tavasz végére befejeződik az épület rendbetétele, a szandai nyár programsorozatban már szerepet is kaphat a művelődési ház, de igazán majd a nyári szünetet követően ősszel lakhatják be újra azok a közösségek, melyeknek otthont adott az épület. Három-négy héten belül megszépül a vártemplom torony sisakja. A mintegy 12 millió forintos felújítás során működőképessé varázsolják a templom toronyóráját is. A munkálatok a megszokott mise rendet nem érintik. A bádogborítás leszedésével kezdődött meg hétfőn a vártemplom torony sisakjának felújítása. Évtizedek óta nem végeztek rajta nagyobb munkálatokat, a legutolsó is 1991-ben volt, akkor a torony tetején lévő kereszt szépült meg. A sisakot vörös rézzel borítják majd be. Az anyagot a belvárosi plébánia vásárolta meg 3 millió forintért, de a felújításhoz az állam is biztosított forrást. Az Emberi Erőforrás Minisztériumtól nyertünk 8 millió forintot, és ez alapozza meg ezt a felújítást. Szeretnénk a keresztet aranyoztatni, illetve van még egy nagyon fontos munka, a lépcsőházba a műemléki védettséget, műemléki védettség alatt lévő lépcsőt kell felújítanunk, mert életveszélyes állapotban van. Az évszázaddal ezelőtt fenyőből készült lépcsőfokokat reggel szedték ki a templomtorony lépcsőházából, és rakták teherautóra, hogy aztán a munkálatokat végző egyéni vállalkozó hajdúnánási asztalos műhelyében megszépüljön. De nem csak a lépcső, hanem a sisaktorony is jó kezekbe került, hiszen Magi Balázs 1972 óta több mint 600 templom felújításában vett részt. Csapata ezúttal alpin technikával dolgozik, több mint 30 méteres magasságban. Ennek kimondott jó állapotban van a faszerkezete, mert azt is csináljuk egyúttal, ács-bárdogos munkát, de ez kimondottan jó a szerkezete. Ma vörösrézzel lesz átfedve, 06-os vörösrézzel, amit az egyház biztosít, és hát ez 100 évnél hosszabb távra fog jó lenni. A gömböt, keresztet, azt ott le fogjuk venni, állványrendszert csinálunk oda, és azt egy debreceni cég fogja füstaranyozzák majd be a keresztet és a gömböt. A munkálatok az időjárástól függően várhatóan 3-4 hétig tartanak. Szigorúan a műemléki felügyelőség által elírt szabályokat tartjuk be, és hát ennek megfelelően megvan a műszaki ellenőr is, illetve a tervezőmérnök is jelen van, tehát szigorú felügyelet alatt történik a munka. Ami elő van írva, azt fogjuk végrehajtani. A munkálatok része még a toronyóra felújítása is. Ez 600 ezer forintba kerül. Az összeget az Ökumenikus Lelkészkör városi támogatásából biztosítják. Ma tartották a Madarak Fák Napja alkalmából hirdetett országos vetélkedő megyei fordulóját a Nefag Erdei Művelődési Házában. A megmérettetése 12 csapat nevezett. A diákoknak madár és favédelmi ismeretekből kellett elsősorban felkészülniük. Az országos döntőt áprilisban rendezik. Elég régóta foglalkozunk kitodúzással, mesterséges madárudó kihelyezésével, aminek az a célja, azért helyezzük el ezeket az objektumokat kint, hogy költő lehetőséget biztosítsunk olyan fajok számára, amik amúgy nem találnák meg a költéshez szükséges lehetőségeiket. Számtalan érdekes feladat várta ma a Madarak és Fák Napja alkalmából rendezett vetélkedő versenyzőit. Mielőtt azonban a terepen bizonyíthattak volna, írásbeli tesztet kellett elvégezniük. Ez egy országos versenynek a megyei fordulója,
12 csapat nevezett, és örömmel mondom, hogy tényleg a megye különböző részéről jöttek, és országosan pedig másodikok vagyunk, ha csapatok létszámát nézzük. Évtizedek óta megy ez a verseny. A gyerekeknek általános madárvédelmi ismeretekből, vízgazdálkodásból, valamint az úgynevezett Natura 2000 ökológiai hálózatból kellett felkészülniük. Számukra ez nem volt nehéz, hisz mindannyian szeretik és tisztelik a természetet. Manapság már így a legtöbb ember kevésbé foglalkozik a természettel, és főleg a fiatalság az, aki így nem nagyon fogadja be ezt a mindennapjaiba. És szerintem ez fontos, hogy megünnepeljük, így felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a veszélyeztetett vagy eltűnőben lévő fajaink. Ezek az erdei túrák mindig kikapcsolódást, megnyugtatják az embert. Emellett hát számos szép dolgot tudunk látni, további kutatói munkákat, felfedezéseket tudunk tenni. Minden év május 10-e a Madarak és Fák napja. 1902-ben Sernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a Madarak és Fák napját. Aponyi Albert vallás és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő, évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. Március 22-e a vízvilágnapja. Ebből az alkalomból látogatott Szolnokra tanulmányi kirándulás keretében a Külügyminisztérium fiatal diplomaták klubja. Megtekintették a gátrekonstrukciós munkálatokat, részt vettek a fővédvonal fejlesztésben, a vízügyi igazgatósággal közösen átadták a Tisza-Zagyva torkolatban a nemzetközi vízügyi együttműködés sétányát, valamint megkoszorúzták az eddigi legmagasabb árvíz szintjét jelző emléktáblát a Városháza falán. A korábbi nagy árvizek és a védekezési munkák képeit vetítették a Városháza dísztermében. A valaha mért legnagyobb vízszintet, 1041 cm-t 2000-ben rögzítették Szolnokon. A problémánk az, hogy amikor ilyen rengeteg víz jön, nem tudjuk megtartani a vizet, a víz átfolyik rajtunk. És amikor a nagy aszályos időszakok vannak, akkor mennyire jó lenne, hogyha a víztározók tele lennének vízzel, öntözni lehetne belőle, de nem így van, szalad át rajtunk a víz. És az, hogy átszalad, az még csak-csak, de amikor az átszaladásával komoly tragédiákat okoz, akkor komoly problémáink vannak. Az 1970-es éveknek árvizei ebben a térségben nagyon-nagyon komoly problémákat okoztak. Onnan indult el az az árvízvédelmi munkálat sorozat, ami a mai napig azt jelenti, hogy most már azért sokkal nagyobb biztonságban vagyunk a térségben, mint volt ez a térség annak idején a 70-es évek előtt. A vásárhelyi tervvel 1,5 milliárd köbméternyi vizet tudnak fenntartani, tette hozzá Szalai Ferenc. Ha ez a projekt a 2000-es nagyárvíz előtt megvalósult volna, 70 centivel alacsonyabban tetőzik a Tisza, zárta szavait a polgármester. A megnyitón átadták a vízügyi együttműködés nemzetközi éve témában meghirdetett képzőművészeti pályázat külön díját, amit a Kunszent Mártoni Hirce Fanni kapott. Köszönöm szépen! Az ünnepséget követően a Fiatal Diplomaták Klubja, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal, valamint a megyeszékhelyi önkormányzata megkoszorúzta a Városháza falán elhelyezett a rekordárvízre és a hősies küzdelemre emlékeztető emléktáblát. Ezt követően a Tiszapart felé indultak a vendégek, ahol megtekintették a zónok szobrot, a Tiszavirág gyaloghidat, valamint a gátrekonstrukciós munkálatok egy részét. 6 kilométer hosszan kell megerősíteni, átépíteni a meglévő védvonalat, és ezzel a Szolnokváros tiszai védvonalainak biztonsága teljessé válik. A Tisza-Zagyva torkolatnál pedig bele is csöppentek a munkába. Az ő segítségükkel lezárták a kulisszanyílásokat. Többek számára is idegenül hangzott a kulisszanyílás szakkifejezés, pedig vélhetően mindenki találkozott már vele. Ahol árvízvédelmet gáttal, fallal biztosítják, akkor biztosítani kell az átjárást úgymond árvízmentes időszakban. Tehát a szolnokiak is megismerhették, meg hozzászokhattak annak a látványához, hogy a Tisza melletti támfalon nyílások vannak, amiket értelemszerűen egy árvíz érkeztekor be kellett zárnunk. Most, amikor az új támfal építését terveztük, akkor úgy gondoltuk, hogy egy teljesen újjáépített támfalnál nem lenne illő, hogyha homokzsákos elzárás
megoldást alkalmaznánk. Ezért döntöttek az esztétikusabb, pár perc alatt lezárható mobil elemek mellett, tette hozzá Lovas Attila. Itt pedig már a sétány nevéről rántják le a leplet. A Nemzetközi Vízügyi Együttműködés sétánya olvasható az emléktáblán. A névválasztás szimbolizálja, hogy több nemzet is összefog akkor, amikor valóban nagy a baj. Ennek újabb jelképeként ilyen téglákat építenek be a támfalba, mindegyiken az adott ország nevének rövidítése. A fiatal diplomaták klubjának több tagja is először járt Szolnokon, de mint mondták, kellemes emlékekkel térnek majd haza. Az első benyomások valóban nagyon jók, tehát nagyon-nagyon fontos ugye az árvízvédelem, és különösen itt a Tisza térségében, mivel az országnak ez az egyik olyan területe, amelyik folyamatosan ki van téve ennek a természeti csapásnak. És nagyon fontos az, hogy tényleg Szolnok megpróbál tenni, védekezni. És ez a projekt, ami elindult, tehát ugye Európai Uniós támogatással valóban egy kitűnő példa arra, hogy lehet vízügyi együttműködéssel nagy dolgokat létrehozni és segíteni egy városnak. A program zárásaként fákat ültettek el a Kötivizik szakaszmérnökségén. A Víz Világnapja alkalmából nyílt napot tartott a Szolnoki Áldás Kft. A céget iskolás csoportok, sőt a Szolnokon vendégeskedő japán delegáció is meglátogatta. A gyerekek mindent megtudhattak a vízről, sőt még a szódavíz gyártásába is betekintést nyerhettek. A Föld háromnegyed része víz, abból körülbelül 3%, ami iható víz. Hát ez nagyon-nagyon kevés. Nagyon kell rá vigyázni. Ilyen szemléletes előadás keretében hívta fel a gyerekek figyelmét Varga Lajos a víz fontosságára. Bár az itt elhangzott információkat a kicsik már az iskolában is hallhatták, az ismétlés azonban sohasem árt, főként ma, az éltető víz világnapján. Hány ember nem jut vízhez a világon, jó ivóvízhez? Az ásvány és szódavíz előállításával foglalkozó cég életében már hagyomány, hogy ezen a napon kinyitják kapuikat a szolnokiak előtt. Ez nem új keletű, ez a jelenleg az emlékeim szerint 10. vagy 11. ilyen nyílt nap az Áldás Kft. Üzemébe a Vízvilágnapjának a megünneplése, és hát minden évben gyakorlatilag gyerekek, sőt felnőttek is, nyugdíjas klub is volt már nálunk. Aztán a mai napon például egy órával ezelőtt ment el a városunkban vendégeskedő japán delegáció, ők is eljöttek a Vízvilágnapját megünnepelni, itt különös élmény, de hát a legnagyobb élmény számomra az itt jelenlévő gyerekek. Szolnok honnan kapja a vizét? Ki tudja? Nagyon jó. A kicsik nagy érdeklődéssel figyelték az előadást, és mindent meg is jegyeztek az elhangzottakból. A víz a élethez kell, és a víz nagyon fontos, mert anélkül nem lehetne élni, és a bolygónak nem lenne, de hát akkor nem lenne élővilág, és elpusztulna az egész élővilág. Ha nem lenne víz, akkor az egész világ elpusztulna, mert a növényeknek, meg az embernek, meg az állatnak is kell a víz, mert akkor szomjan halnánk. Nem dobálom a földre a szemetet, mert akkor beszennyezném az egész környezetemet, és így a vizet is. Varga Lajos a szódavíz készítés rejtelmeibe is beavatta a gyerekeket. Egy olyan szerepszerkezet, ami nem engedi, hogy kijöjjön belőle a folyadék, és mikor megnyomjuk, ugye, akkor meg kijön. Sőt, a szódavíz történetét is megismerhették a gyerekek. Kevesen tudják ugyanis, hogy a mi tudós papunk Jedlik Ányos 1826-ban a távolról szállított balatonfüredi ásványvizet egy friss, mesterséges szénsavas vízzel, a szódavízzel helyettesítette. Ezzel alapozta meg a magyar szikvízipar történetét. A Vízvilágnapjának megünneplését az 1992-es Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, és ezen belül a föld vízkészletét.